megitta a Jedinak, még soha nem volt egy második. Ellenben feltűnően kultúrák szép fiatal lányhajadon volt. Ezen a szép őszi reggelen kis portolképtekkel haladt el a Váci utcán, ami kedvenc utcája volt. Szerette a megismétlődő mentő és autópülből is nagyon, a felhangzó arab és székely nyelvet, valamint az ai kondicionálások hűvösében ejtőző románia nénikét tartakoltatak el. Már kislánykorában is bizsergést érzett, mikor édesanyjával végig sétáltak a jó nevű magyar költőről elnevezett tér felé, hogy a vörös marti gerbomban süteményt fogyasszanak. Fogyasztásához egy ízlésesre nyírt barnahajú, magas, kis portolt arcú 30 évesnél nem nagyobb korú illető lépett az asztalához. Jó napot kívánok, elnézést, szabad ez a hely? Hogyne, szabad, természetesen. Te lehet érni? Mondta, vagy sóhajtotta, és a sóhajtástól a porcukor a jóképű férfi látványától félrenyelt, és tőgésétől a porcukor. A jóképű férfi látványától melegedett és fújt egyet, amitől a ez az! Akkor a tüsszentéssel kijövő hangok hatására lefolyódott egy kis porcukor a táskáról, de a férfi nem haragudott. Inkább rá sem pillant a panalasztott frankfurti levest, amit Edina csak kevéssé szeretett. Kigombolt zakója mögött, sötétkék barbó lapult, hajában pár ősszál csillogott. Barna szemmel és egyenes orral hajolt a támértőni. Edina remegésében nem lehet felállni, ezért jól beosztotta a lepváros üteményt. A férfi nem illetlenül, de gyorsan evett, és miután végzett az ízletes levessel, felállt. Nagyon szépen köszönöm, hogy helyt adott. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Túl korénak tartanák ezt a lépést. Ez a körülmények, a felnevetségem a külkerre, stb. Érzelmeimnek bizonyos fokig gáltat és határszabb. Ennek ellenére megpróbálom elintézni, hogy belemenjenek valami átadó megoldásba. Kérlek, viseld ezt a mártfővel, ne orvazd le! Meg kell értened, bennem ellentétes érzések harcolnak a levegőben, merre kell, hogy kell, hogy hagyd nekem még időt. Akkor nem is szeretsz, ha itt fogod az agarás természetben megfelelni. Mely dühöl akarja vinni a dolgot a tárgyból, hogy egymás se illetjük. Mert te csak látod hitegetést hallgató hitegetés, hátára beleszem. Hát tudomásul, már feletted volna, hogy én jöttem el hozzád szerelem miatt. Mint Tatjana Puskinhoz a kútvölgyibe, ezzel is bizonyítani érzésem el. Persze, hogy te, hiszen én az eszemben valóság következtében járásként voltam. Szerelmes hangulatuk lassan veszekedésbe csapott el. Szó-szóz követett, mikor Dénes nem tudtam parancsolni feltörő érzékeinek, egy bogó mozdulattal magához rántott a lány és a fölött. Ha szeretsz, bizonyíts be! Szégyeld magad! Az, hogy a nőség varázsa és szépsége kifejeződik, még nem azt jelenti, hogy a nemiség legkisebb durvasága is ne lenne érdektelen és tűrhetetlen. Ezzel elárultad a fogad fehérjét és mindörökké. Hittem szép szabadnak mégis megcsaltál ezzel a durvasággal. Köszönjük mindennek vége! Maci? Te vagy? Rosszul hallak. Hogy? Hogy te hallasz rosszul? Jaj, Maci, ismét vége a nyugalmamnak. Képzeld, ma reggel letjártam a Mátrafüred rehabilitációs szanatórium előcsarnokában, ahol különben szépen gyógyulok lelki összeroppanásom után, mikor hallom a recepciónál, hogy ő érkezik. Hogy? Vagy ki az az ő? Hát ő, Dénes. Nem vagyok. Elindult Edinához, 3. emelet 316. Nem, Julán. Nem fogok még egyszer kosarat kapni, és ennek a kisportolt lánynak az érzékei lelkét felzaklatni. Nyugodt az ágyból, és öltönyét felvéve elindult Edinához, 3. emelet 316. Egyén előtt feltáruló ajtóban megjelent Balajt idén a sárga, napbarnyított, sportos arca. Dénes! Edina! Jolán! Te, Kópi! Te életrendező! Te!
megkérjük Margitai Edinát és Dalajdi Dénes, mondom nyalatékosan megkérjük Margitai Edinát és Balajdi Dénes fiatal tévérendező beteget, hogy családi esemény miatt haladéktalanul jelenjenek meg a szanatórium vadásztermében.